lapon részlet. Istenem, adj erőt, hogy hűséges legyek ahhoz az értelemnél is mélyebb világossághoz, mely lelkemben vizsgálkol, s megmutatja, mit kell tennem, írnom, gondolnom. Csak ezt kérem még. Csak ezt. Hiszen ez a legtöbb. A németek mindent elvesztettek. A győzelmet, a kompromisszum lehetőségét, mindent. Már csak a két bosszú között választottak. Az angol vagy az orosz bosszú között, de úgy rémlik végül megkapják mind a kettőt. Elmenni innen. Mihály Istenet, ha élek még, ha lesz erőm és módom, elmenni innen. Magyarul élni, odakül is. A magyarság nevelésére dolgozni, de elmenni innen. Nem titkolom. Megsértettek. Mennyit adtak az írók ennek az országnak, és mennyire megbeti, lenézi ez az ország az íróit. Hódol nekik, igen, mert tudja, hogy nemzeti hiúságának írókra is van szüksége, mint a parvenünknek lakásában a képekre és a népekre. De egy miniszteri tanácsos, aki mellesleg az én adomból ér berekuttyosul, mindenütt az országban többet számít, mint akármelyik élő vagy halott író, akinek köszönheti ez a nemzet, hogy van, és hogy magyar. Én írásaimmal csak egy módon szolgálhattam a dolgozók ügyét, ha pontosan úgy írom meg azokat, ahogy megírtam. Nem tehettem mást. Mert másként elárultam volna az irodalmat, tehát becsaptam volna olvasóimat. Polgári író vagyok, ez igaz. Polgári családból születtem, polgári műveltségben nevelkedtem, de az európai polgárság nagyon sokat adott az emberiségnek. Ha pusztul ez a réteg, pusztuljon vele. Magyarország címerét két levegő angyal tartja, már csak e két angyalban bízom. Igaz, ez nem csendőség. 1944. március 19. A németek megszállták Magyarországot. Húsvét szombatja. A feltárás. 42 év előtt vacsora leányfalun egy színész a házaspár házában. Már megjelent a rendelet, mely sárga csillag viselésére kötelezi a zsidókat. A háziasszony zsidó, mindenki kap ajándékban a tányér mellé, vacsora közben egy sárga csillagot. Lóla is kap egyet. Akkor kezdődött az az eszelős, habzószájú zsidógyilkolás. A bujkálás, a rejtőzés, a gyalázat. Lóla apjának elbuccolása Auschwitzban. 42 évvel ezelőtt. Egy társadalom megmutatta az igazi arcát, a gyűlöletet, a kapcsiság, a kegyetlenség mindenfajta őrjöngését. Soha nem lehet elfelejteni. Sem megbocsátani. Október 15-én Szálasi átvette a hatalmat. Isten, adj erőt a zsidóknak, hogy elviseljék az üldöztetést, kínzást és sanyargatást, adj erőt nekik, hogy erősek legyenek az élethez és a halálhoz. És aztán, ha túlérték az üldöztetéseket, adj erőt nekik, hogy ne veszítsék el a fejüket. Ne változzanak át álmokfutó üldözőkké. Adj erőt nekik, hogy erejük legyen az emberi nagysághoz, a türelemhez. Mert a bosszú csak újabb indulatot szül. Talán Huxleynak és az oxfordistáknak van igazuk, amikor azt mondják, hogy az ellenséget csak egy módon lehet legyőzni, ha elviselik. A nemzet halálos veszélyben él. Már nem is hiszem, hogy ismert életformáiban, történelmi testében bárki is meg tudja őt menteni. Már nem városokról és területsávokról van szó, hanem a nemzet lényének mesztelen létezéséről. Arról, hogy megmaradjon valami Magyarországból, és ebből a magból lelkiismeretes és gondos kezek növeljenek egy nemzeti organizmust, melynek megint becsülete van a világban. De hol vannak ezek a gondos kezek? És tiszta kezek. Mindenütt csak becsvágy, kapcsiság, vagy sunyi lapítás. Az oroszok Kecskeméten. Ha nem érnek be 3 nap alatt Pestre, a pesti zsidóság nagy tömegét halálos veszélyt fenyegeti.
Éjjel nyitott szemmel fekszem a sötétben hajnalig. Mintha messziről a milliós város halálrinyogása hallatszana. Ez a város Budapest volt. Hazám fővárosa. Nem tudom megmondani, mi volt. Minden volt számomra. Lehet, hogy a rádió hírek túlzottak. A valóság néha egyszerűbb, de néha borzalmasabb, mint a hírek. Mindenki és mindenem odabent van. Barátaim, könyveim, igen, még ellenségeim is. A végzet most közös katlan maradott. Zsidót, keresztjét, barátot és ellenfelet, és valamilyen forró pépet főz az egészből. Gyúr-e az idő ebből a pépből még egyszer társadalmat? Nemzetet? Nem tudok felállni. Feküdj le. Ez a város ravatalmas. Az ifjúság pihen el romokon. Ezzel házból rakták egy patafalkot, a kék szalont már fölverte a gyom. Egy templom és egy ló teteme ásít. Egy férfi könnyű gyermektestet ásít, olcsó sírt. A vénnyő dúdolgott, rekedt. A szél üres szobában sem.